És akkor következő előadónk Kovácsné dr. Faltin Erzsébet, jogász író, akinek az előadása Királynőink és királynéink élhető nemzetünkért. Kedves érdeklődők, ennyi izgalmas, érdekes téma után lehet, hogy úgy fog tűnni, hogy hogyan is illik ez a képbe, de meglátásom szerint az előadás sorozat végére kitűnik, hogy az iránytű az élhető jövőhöz témán belül egy-egy ezt meghatározó területet vizsgáltunk meg, és még több százat megvizsgálhattunk volna, de mi ezt a matematikától, az orvostudományon át, a lélektani problémák vizsgálásán keresztül, és a most következő történeti áttekintéssel egy-egy kiemelkedő, nem államfő, csak két államfő lesz, államfő melletti személy cselekvéseivel, mulasztásaival próbálunk nyomon követni, és akkor ki fog derülni, hogy az az alap, amit ők tettek, vagy nem tettek, mulasztottak, az mindenkor a következő napokra, hetekre és évszázadokra hatott ki. Az elkövetkezendő képsorokban azt próbálom bizonyítani, hogy az elmúlt 1000 évünket hogyan határozták meg azok a személyiségek, akiket én a két királynő, illetve 5 királyné személyével szeretnék bemutatni. Hogyha a kiválasztott személyek, hogy úgy mondjam, saját elképzelésemhez igazodását nézzük, mondhatják, hogy választhattam volna másokat is. Aki ezt gondolja, az majd másokról tart előadást, az én meglátásom szerint a kiemelt személyek rendkívül jól prezentálják, hogy hogyan is alakul, amikor egy-egy államfő, illetve az államfő mellett közreműködő személy valamilyen nagyobb hatással van az egész társadalom egészére. Akiket bemutatok, szinte valamennyien, és itt jelentősége van a szinte szónak is persze, rendkívüli képességű, tudású, műveltségű, széles látókörű bölcs asszonyok, nevezetesen az alapteremtő és felépítményépítő István királyunk hitvese Gizella, az alaperősítő felépítmény korszerűsítő, mint II. András második felesége Jolánta királyné, első Károly Róbert királyunk, negyedik hitvese Lokitek Erzsébet, és hát gondolom a romboló kategóriába sorolható Nagy Lajos királyunk hitvese Kotromanics Erzsébet, és az érdemleges hatalomgyakorlásra alkalmatlan első királynőnk, első Mária, majd megint egy romboló következne, lehet, hogy ki is találják, ha mondom, hogy Mátyás király egyik feleségéről van szó, Beatrix királynőről. Én még aragóniai Beatrixnek tanultam, de mostanában mindenütt nápolyi Beatrixnak szerepel. Kérem ki, hogy ismeri, de ugyanarról a Beatrixról lesz szó. És hát nem kifejezetten királyságunk érdekeit tartott a szem előtt Habsburg Mária, második Mária királynőnk, ismertem nevén Mária Terézia. És végül szintén Habsburg első Ferenc József, osztrák császár, szív és lélek, ösztönlény, múlhatatlan érdemű hitvese, Sisi. Természetesen, mivel Gizella királynével kezdünk, ismernünk azt a kort,
amiből indulunk. Így nézett ki Európa. És Gizella királyné és férje tettei nyomán tulajdonképpen azt értük el, hogy Európa vezető állama lettünk a 11. század közepére. A többiek esetében is volt olyan, amikor rohamléptekkel vágtató szellemi fölény a világvezető állami státuszába repítette országunkat, és máskor nemeseink és az általuk támogatott gyakori királyváltások hátravetették nemzetünket, míg végül nemességünk rövid látása miatt idegen uralom alá terelt országunk 300 évig képtelen volt lerázni békjóit, és nem hiszem, hogy még történészek is vitatnák, hogy a tatárjárások és a 150 éves török uralom rontott annyit országunk állapotán, mint ezek a tényezők, amelyeket végig soroltam. István király hitveséről készült portrékból ugye egyet ismerünk hitelesen, ez pedig a Palástron látható, amit most középütt látnak, ezt a koponyája alapján rekonstruálták, és a szélső mennyasszonyi kép is ez alapján készült. A bakonybéli bencés rendben készült alkotóját nem ismerjük, de mint három királynénkat reprezentáló képet, ezeket emeltem ki, hogy lássuk, milyen lehetett, akik találkozhattak vele, akik ismerhették, a 995-ben a Magyar Királyság területére érkező bajor hercegnőt, tulajdonképpen az akkori hercegségekből álló egyik legnagyobb hercegségből érkező. Rendkívül intelligens, nagy tudású, 11 éves fiatal lánykát. Egyértelműen társuralkodóként tekinthetünk rá, a vezérlő fejedelmi család támogatásával, gazdasági fölényüknek köszönhetően 4 év alatt megerősítették uralmukat. Nem csak a nagy család vagyona gyarapodott ez idő alatt, de főségük alatt élők életkörülményei is, és mindez odahatott, hogy a környező országokból, de a nagy fejedelemségen belüli kisebb fejedelemségekből is a kisebb birtokosok még birtokaikat hátrahagyva is főségük alá igyekeztek. Olyan jelentős problémákkal kellett megküzdeniük, amely nem adatott a későbbi korokban csak három államfőnknek, és nem hiszem, hogy bárki vitatná, hogy az államalapítás a Kárpát-medencében való letelepedésünk fixálása az könnyű lehetett. Első királynénk páratlan intelligenciával és tökéletes tapintattal szolgálta férje törekvéseit. Tulajdonképpen társuralkodó volt, mint említettem, a 30-as évektől, 1030-tól volt nádor. Ez mindig azt jelentette, hogy az uralkodó pár vagy megbeszélte az elkövetkezendő dolgokat, elemezte a megtörténteket, de a mi esetünkben szerelmi házasságról beszélünk, ez egy rendkívül konstruktív módon folyhatott, tekintve a legutóbbi idők szegedi történészének föltárt adatai alapján. A Gizella biztosította mindenkor férje számára azt a hátteret, ami bármilyen konfliktus megoldása után közben szükséges volt. Vagy
vele tartott az összecsapás helyszínére, területére, vagy maradt, vagy a királyi, vagy a királynői udvarban, és ellátta az államfői terendőket, de olyanról is tudunk, hogy anyossával, apácákkal, szerzetesekkel a Dunántúl jelentős részét sújtó himlőjárványt számolták föl, és országjárásaikor, és a királynő egyedül megtartott országjárásakor bizony rendkívül gondos odafigyeléssel vette számba a problémákat, hiányosságokat, és döntöttek a megoldásról, mind a mellett, hogy 6 gyermeket szült, akik közül 4-et elvesztettek, 2-t csecsemőkorukban, 1-et az adocencia első fokára érve, olyan 11-14 éves korban fiúról révén szó, 13-14 éves lehetett Otto, és a társ uralkodává koronázást megelőző 2 héttel korábban a 24 éves Imre herceg halt meg, idézőjelbe vadászbalesetben. Mind ezeken túllépve, mind ezeken, hogy úgy mondjam, túltéve magukat, természetesen a fájdalom az bennük volt, akkor is az ország érdekét szolgálták, és akkor is fölül tudtak emelkedni a saját egyéni személyes problémáikon. Azok a cselekmények, amelyeket jellemzően Gizellához fűzhetünk, a felsorolásban látható módon egyértelmű. A Szent Mihály dómot Veszprémben ideérkezését követő esztendőben megkezdte, és 2 év alatt felszentelésre került a Szent Mihály dóm, természetesen nem ebben a formában, de a mai alapterületen. Ami a pannonhalmi apátságot illeti, Géza vezérlőfejedelem kezdte el, de Istvánék fejezték be, és ehhez tudni kell, hogy Gizella saját fölajánlásából, a királynéi birtokokból, ami ugye Saroltról háromlott rá jelentős mértékben, tényleges birtoktesteket bocsátott pannonhalma rendelkezésére, illetve a maradó birtoktestekből a jövedelme egy részét is átengedte, és 1045-ig élt a magyar királyság területén, mindvégig biztosította a fenntartás működés költségét pannonhalmának. És akkor a királyi koronáról nagyon sokat, nagyon sokféleképp beszélnek, de a királyi korona is közvetetten Gizellának köszönhető. Kérem szépen, Gizella bátyja a német-római császár volt abban az időben, a német-római császár a Gizella bátyjának a kedves jó barátja, a világ legnagyobb tudású személyisége, a második Szilveszter néven ismert pápa. Kérem szépen, nem lehet letagadni, hogy Gizella királynénak nincs köze ahhoz, hogy elismerték az előző 4 év alatt itt végzett munkájukat, és létrejöhetett ezerre a 2 érsekség, és az 1000-ben Rómába induló, de végül is az ottani problémák miatt máshol megtartott zsinatról, ugye nem érhetett vissza Asztrik, és hát dokumentált, hogy 1001. április 4-én még Ravennában aláírta a jelenléti ívet, tehát amit mi itt tudunk, és az iskola könyvekben van, hogy vagy 1000 karácsonyán, vagy 1001 január 1-én írták, koronázták meg István, ez ugye nem lehet, de azt is tudni kell, hogy karácsony követő nap volt január 1-je.
Azért nem lehet, mert Hasztrik nem érhetett haza április 4-én, megelőző 4 hónappal korábban. Kristó professzor azt valószínűsíti, hogy vagy pünköskor, vagy nagy boldogasszonykor történt a koronázás. Én most ebben nem kívánok belemenni, mivel a környező uralkodókat és a fejedelemség fejedelme itt is meg kellett hívni, és hát ennek azért csak kellett tisztességes külsőségeket adni. Augusztus 15-ét tartja a legvalószínűbbnek. Nos, tehát a királyi korona is Gizella királyné kapcsolathoz fűzhető, és hát a miseruhákról többen hallottunk, kevesebbet a Menci Kazula néven ismertről, de a királyi palástként használtat mindenki tudja, hogy Gizella királyné személyes közreműködésével készült, külön megtervezték. Csodálatos könyvet írt róla Trogmeier professzor, és képenként le van írva, hogy mit jelent és milyen szimbólumokat. Ez nem csak azt jelenti, hogy ezt a két misel ruhát és egy felbecsülhetetlen értéket hoztak létre, hanem azt is jelenti, hogy az 1030-as évekre befejeződő magyar királyság létrejötte az erdélyi és a Csongrád-Csanádi püspökség létrehozásával és két megye kialakításával, mezsgye kialakításával befejeződött az államszervezet kialakítása. Kérem szépen, ezt az is követte, hogy Gizella királyné nem csak felszerelte ezeket a templomokat, hanem azt is jelentette, hogy kiépítette azokat a műhelyeket, ahol ezeket előállították, és megélhetés is biztosítva volt. A valamennyi templom felszerelését azt mindenki ismeri, és kérem, a jószolgálati közreműködés a széleskörű levelezéssel olyat is magába foglal, hogy az akkori kijevi nagyfejedelem leányát, Annát, az akkori francia királyhoz Gizella királynén közvetítésével sikerült összelevelezni. Aztán, amikor Juttát Salamonhoz adták, Gizella királyné még visszajött Győr alá, és találkoztak, de ezek már olyan finomságok, amik külön előadást igényelnek, és kérem szépen a legelején néhány kép sorral ezelőtt mutatott Zilált Kárpátok övesztett területből, kérem szépen, Európa legjelentősebb állama, a Magyar Királyság jött létre. Ezek azok a makettek, rekonstruált képek, amelyeket jó részt a Pazirik stúdió készít, ajánlom figyelmükbe, jegyezzék meg, üssék be a gépbe, mert csodálatos hitelességgel készítik a különböző korok várrekonstrukcióit. Regensburgot azért tettem föl, hogy a 12. századi Regensburg a híd kivételével innen indult Gizella. Tehát egy jóval fejlettebb területről érkezett a Magyar Királyság területére, és nem véletlen az a segítség, amit ő tudott adni Istvánnak, és az alsó képen rekonstruált képe Veszprémnek, Sarolt kapta eredetileg, átadta azonnal menyének, és a továbbfejlesztés nem csak Gizella nevéhez, hanem még jó néhány királyné nevéhez fűződik. Hát kérem szépen, Kortnő Jolánta, remélem jól lehetem a nevét, nem régen segítettek, hogy hogy értsem. Második Andrásunk második felesége 18 éven át teljes mértékben visszavonult életet élt, elzárkózott a politikától, olvasható azokban a tankönyvekben, leírásokban, ahol ő róla van szó, de ez csak részben igaz, mert az igazság az, hogy a francia származású bizánci udvarból érkező hercegnő, császári hercegnő, egy nagyon-nagyon művelt és a társadalom tudományokba is jártas
20 éves teremtés volt, amikor az országba érkezett, és nagyon okosan, mert ki volt az ő elődje, Gertrúd, és kérem, ne tessék elhinni, ami az operában van, mert abból csak annyi igaz, hogy létezett Gertrúd, meg létezett Bárbán, meg a Bárbánnak volt felesége, de a történet maga nem igaz. De azt majd máskor mesélem el, most az a lényeg, hogy a Gertrúd példájából okulva, ő mindig csak a háttérből sugott a férjének, és ezért lehetséges, hogy amikor ő az országba érkezett, onnantól kezdve stabilizálódott némileg a magyar kincstár helyzete, mert az általa sugalmazott gazdasági, államéleti és hitéletre vonatkozó reformok segítették a mi tékozló királyunk helyzetét, meg hát a királyságét is, és hát jó magam, nagyon nehezszelek erre a mi királyunkra, mert nem csak elverte mindenféle kalandos dolgokra a jó édesapja által ráhagyott hatalmas vagyon, hanem még Gizella királynén koronáját is kölcsön kérte, és fogta és eladta. Tehát lényeg az, hogy Jolánta megpróbálta kézbe tartani ezeket a dolgokat sikerrel, és azok a javaslatok mindenképpen kamatoztak. Na most azt is tudni kell, hogy ő neki nem csak a nagybátyja, az apja, de a testvére is bizánci császárra lett választva, és ez a mi bizánci császár királyné bátyunk hónapokat töltött a magyar királyság területén, András és Jolánta vendégeként. Hát mi történik ilyenkor? Csak megbeszélik, hogy mi a probléma. Kérem szépen, visszakísérték egész Bizáncig, és 1022-ben mi jelenik meg? A király kiegyezése a nemesekkel, az aranybulla. Nem hiszem, hogy vitatható Jolánta közvetítő szerepe ebben a kérdésben, és 800 évet írtam, hát bocsássák meg, 80 éve már épült az aradi templom, és Jolánta királynő, királyné fejeztette be, még az évben föl is szentelte, és pont a mai napon 797 éve történt ez a fölszentelés. Betelepítette a ferenceseket Esztergomba, természetesen a királynői vagyonból adományozásokat végzett, és azt is tudni kell, hogy már felnőtt volt két fia Gertrúdnak, és a két fiú mindkettő megnősült, és a második abban az időben nősült, mikor Jolánta az országban volt, és a királynői vagyonát megosztotta az új királynői vagyonnal. Tehát két királynő volt már az országban, a később néhány pillanat múlva említettekhez képest, és kérem szépen, ami Gizella királyné óta nem merült föl, az árvaellátás, és nem a kolostorokhoz rendelte meg a zárdákhoz, hanem a saját birtokain vagy rendelkezésre bocsátott épületeket, vagy direkt épületeket, és az udvar hölgyei köréből jelölte ki az árvaellátással foglalkozókat. Ezek olyan cselekedetek, amik évszázadokra hatottak, és az aranybulla többszöri módosítása után 48 táján került felülvizsgálatra. És a most következő egy család, két királynéja, kérem szépen, Károly Róbert és Lokitek Erzsébet esküvőjét láthatjuk. A negyedik felesége volt Károly Róbertnek, ne tessék azt gondolni, hogy túlzottan nagy
férfiú volt, célcsa, de hát nem azt akarom mondani, hanem hogy nem volt kimondottan nővadász, de előfordult ilyesmi is. A lényeg az, hogy az első három felesége, az első valószínűleg a célcsapság miatt elment, vagy elbocsátotta, a második és a harmadik viszonylag gyorsan meghalt, így lett a negyedik felesége, Piasztházból, a lengyel házból származó Lokitek Erzsébet. Kérem szépen, ez a hölgy olyan tulajdonságokkal rendelkezett 15 évesen. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert 15 évesen beszélt több nyelven, a tudomány valamennyi területét ismerte, az akkor ismert tudományos szinten, és ezen fölül államirányító, közigazgatás irányító készséggel is rendelkezett. Az, hogy hatalomátvételt például milyen gördülékenyen sikerült megoldania a férje halálát követően, és annak ellenére, hogy valóban szerette a férjét, és valóban mélyen lesújtott a férje halála, annak ellenére nem csak a temetését szervezte meg, hanem a temetést követő egy hét múlva, amikor még itt voltak a nemzetközi delegációk, és együtt volt a teljes rendi nemesség, főpapság, a közrendi nemesség színejava, megkoronáztatta legidősebb fiúkat, Lajost. Hát én azt hiszem, hogy ilyen bámulatos szervezőkészséggel kevés királynőnk rendelkezett, ami pedig most kimaradt, de az is megérne egy mondatnyi említést. 1335-ben, lehet, hogy nem jól mondom a dátumot, a visegrádi találkozó. Jól mondtam a dátumot, és véletlen eltaláltam. Kérem szépen, 10 évig tudatosan készültek a király találkozóra. És ennek a legfőbb motorja, tervezője, irányítója Lokitek Erzsébet volt, és olyan szerződések kerültek ott megfogalmazásra, amely alapján például Lajos Lengyelország királya lehetett. Itt a gyermekeket nem hagytam ki. Kristó professzor sorolja föl, hogy szerinte kik ezek a gyerekek. Abban az időben bizonyosan tudják, a gyerekek nem gyerekruhákban, hanem kis felnőtt ruhákban jártak. És ez a kép nekem azt szimbolizálja. A két kislány. Most, ha önök nézik, akkor jobb oldalról. Lehet, hogy az ő két lányuk, ez vitatott, de lényeg az, hogy az udvarában az árván maradt gyerekeket mind maga mellé vette az udvarba, és neveltette, és kiházasította, és gondoskodott róluk. És akkor itt jönnek azok a pecsétek, amelyek bizonyítják azt, hogy már Károly király mellett is társuralkodó volt, igaz, hogy konzultatív jelleggel tagja volt az államtanácsnak is. Később a fia mellett sokkal jelentősebb és sokkal erőteljesebb módon avatkozott az államéletben, de tény, hogy a királynéi kancellária nádor és a bánok nélkül egyezett a királyi kancelláriával, és a Gertrúd halálát követően szabályozott királyi kancellária csak a király által meghatározott vezetőkből, illetve idézőjelben beosztottakból, alkalmazottakból állhatott, megelőzve, hogy a külföldről jött királynék jelentős mértékű hazájukból hozott takkal vegyék körül magukat, és juttassák magyar javadalmakhoz őket.
Nem tartozik kimondottan a témához, de feltétlenül meg kell említenem azt a bárkit lesújtó, és a királynét és az egész királyi családot lesújtó eseményt, miszerint bejárta Európát, magával vitte a kincstárt. A fia még 5000 márkányi aranyat is küldött utána, ezt aranyba átszámolva értendő, és mindez szinte haszontalanul tette mindazt azért, hogy a férje által Nápolyba már elkísért fiúk, András vagy Endre, megkaphassa a nápolyi királyi címet, királlyá koronázhassák Johanna mellett. Kérem szépen, úgy tapasztalta az útja során, hogy ennek hiába volt minden lekenyerezés, nem lesz jó vége, ha szerette volna, ha a fia hazajön vele, mégis meggyőzték, maradjon. Kérem szépen, a fiát rendkívül kegyetlen módon megölték, és hát ezzel együtt kellett éljen a királyné és a bátyja, és ebből aztán rendkívül sok konfliktus született, de tény, hogy Erzsébet királyné, anyakirályné igyekezett megelőzni ezt a helyzetet. És hát egy szegedi vonatkozást nem bírok ki, hogy nem utassak be, Blazovics professzor, hogy a jó Isten áldja meg a sorsot, hogy megismertetett vele. Kérem szépen, az ő könyvében fedeztem föl, majd egyeztettem, hogy ez valóban a levéltárban van-e. Zsigmond király, aki az anyakirályné Erzsébet, Lokitek Erzsébet unokájának a férje volt, Zsigmond király, közzétette, amit itt olvashatnak, és a szegedieket Erzsébet királyné eszerint adómentességbe részesítette. Tehát szó sincs arról, hogy itt Buda meg Visegrád körül megállt volna az élet. El se tudom képzelni, hogy azzal az információs készségekkel és azzal a jármű adottságokkal hogyan lehetett bejárni évente az országot, és odafigyelni mindenre, és tudni mindenről, de lényeg az, hogy ez megtörtént, és nem időrendben előre vettem az anyakirálynéval kapcsolatban, amikor a bátyja Kázmér lengyel király meghalt, akkor a szerződés, a 35-ben kötött szerződés értelmében a legidősebb fiúkat, Lajost koronázták Lengyelország királyává, és nem Lajos személyesen látta el a királyi teendőket, hanem kormányzóként az édesanyja látta el. Nem kifejezetten rajta múlt, hogy nem a legszerencsésebb viszonyok között, hisz akkor még a kis Lengyelország, Nagy Lengyelország komoly ellentétben állt, és a piasztok jobbára a kis lengyelországi csoportokkal voltak szívélyesebb kapcsolatban. A királynénak végül is egy jelentősebb zendülést követően haza kellett jönni, de ennek ellenére a király megbízta Dalmácia és Horvátország kormányzásával, mert hát az anya királyné az még idős korára is rendkívül aktív volt, és itt nem csak azt tartozik az aktivitásba, hogy kiválóan táncolt 70 évesen is, és egy unikum szerintem sokaknak, ezt a pecsétet nagyon kevesen ismerik állítólag, ez egy titkos pecsét, és kérem szépen, az egyik unokája, és az egyik unokája házasságával kapcsolatos szerződés, ez most nagyon elszaladt, szerződés felbontására irányuló okmány pecsételésére szolgált, mert Erzsébet volt kénytelen lepecsételni, mert az unokájának természetesen hercegnőnek nem volt pecsétje, hivatalos okmányt. Itt a Regina szóra hívom fel a figyelmet, majd mindjárt mutatok olyat, ahol ez nem szerepel.
A két aláírást azért másoltam egybe, hogy látszódjon, hogy a királyi és a királynői kancellária írói nem voltak ugyanazok a személyek, mert a két aláírás nem hasonlít egymáshoz. Hogyha ezt most túl laikusnak veszik, akkor az írás szakértők megmagyarázhatják, hogy ez mégis ugyanaz, ami szerintem más. És hát itt van ez a csoda, kérem szépen, ez a Lajos második felesége volt Kotromanics Erzsébet, az első szerződésben kikötött, nagyon gyorsan meghalt szegény, pestis következtében, nem megyek bele, mert most majdnem elkezdtem mondani, hogy és természetesen Lajos is pestises volt az időben, de ő könnyebben kiheverte. Lényeg, hogy második felesége volt, és hát szerelmi házasság, és annyira szerelmi házasság, ugye, hogy ezek a gyerekek mind együtt homokoztak, ha úgy tetszik, pici gyermekkoruktól ismerték is egymást. Erzsébet ismerte az előző feleséget is, mert ő is ott volt az udvarban, és az előző feleség halálát követő alig egy év alatt végül is Lajos összejött Erzsébettel, és kicsit későn kérték meg a pápai fölmentést, mert negyedízigleni rokonok voltak, és hát azért ment későn a fölmentés, mert nagyon gyorsan meg kellett esküdni, mert a királyné már előre haladott terhes volt. Hogy miért nem akkora datálódik egy gyermek, ezt keresik, kutatják a tudósok, úgy gondolják, spontán vetélés történhetett, mert a házasságot követően viszont hosszabb idő múlva lett először terhes a királyné. Na most kérem, nem véletlen, ez a mesébe illő remekmű, és a középkori királynék közül a történészek úgy vélik, hogy világszép királynéről van szó, hát ez természetesen megfoghatta Lajos, és annak ellenére feleségül vette, hogy ha úgy tetszik, akkor ez egy rangon aluli házasság volt, mert hát egy bánnak a lányát vette el, de mindent fölülírt a szerelem, és hát Árpád sarj és francia szentkirályi fölmenőkre tekintett nélkül feleségül vette. A kapcsolatuk végig szívélyes volt az anyakirálynénak és a menyének. Mert nem találunk semmi olyan dokumentumot, ami ennek ellentmondana. Elképzelhető ennek az ellentétje, de csak felszínre jött volna, de a lényeg az, hogy amíg az anya királyné élt, addig az ifjabb királyné mint egy közvetítő lehetett csak a politikai folyamatokban, a családgondozással és férjével foglalkozott, legnagyobb valószínűséggel élete utolsó 10 évében száraz leprával küszködött Lajos, és ez egy lassabban kifejlődő, tudatot hosszabb ideig tisztán tartó betegség, és erre az időre esik a magyar királyság újabb reformjainak bevezetése, mert a király már ugye korábban rendkívül sokat volt távol hadi megmozdulások miatt, a töröktől a velenciekig mindenkivel hadakozott, de lényeg az, hogy Erzsébet királyné jelentős szerepet játszott ezekben a reform folyamatokban is. A menye, mint egy visszahúzódott. Ezek az ő korabeli palotáik, szintén rekonstrukciós rajzok, mert ezeknek a
kiépítése, fejlesztése nem csak Buda-Visegrád vonatkozásában, de Diósgyőrtől kezdve végig rendkívül nagy szerepet kaptak. A középkori tornák, a vadászatok, a királytalálkozókat mind-mind, ha végigvisszük, akkor csak azt tudjuk mondani, hogy ebben a korszakban a Magyar Királyság Európa központi államalakulata volt. Ennél a pecsétnél azért álltam meg, mert ez az ifjabb királynénak a pecsétje, és nem szerepel rajta a Regina szó. Olyan királynéről lesz most szó, akit a bevezetőben azt mondtam, hogy súlyos károkat okozott az országnak. Kérem szépen, a férjével mindvégig szerelmes kapcsolatban álló királyné férje halála után annulálta a férje által kötött szerződéseket. És azt mondta, hogy meglátásuk szerint Mária királynét nem a férje által szerződésben rögzített Zsigmondhoz, luxemburgi Zsigmondhoz kell adni, hanem a francia királyhoz. Akiknek ebből elegük volt, azok természetesen föllázadtak, és 4 évig polgárháború sújtotta az országot. Erzsébet király, már akkor ő volt az anyakirálynő, régens szerepben megkoronázott királyként, megkoronázott lánya mellett, olyan hajmeresztő döntéseket hozott, amihez a nádor, meglátásom szerint Lajos király emléke miatti tiszteletből kényszerűen szolgált, de nem igazán tudása, képessége és tanácsa szerint járt el a királyné, és a legtöbb vita úgy zárult, hogy elmondták a véleményüket, és a királyné azt mondta, ez pedig így lesz. Mária király személyében nem tévedés, hogy nem királynőt mondok, mert királyként lett beiktatva, fiúsítva. Személyében 6 kiváló uralomra termett dinasztia, a Capet, a Piast, a Habsburg, a Komnénosz, Kotromatics, és az Árpádok vére, tehetsége, hagyománya egyesült, de önálló mindez, mint törlődött. Ő alkalmatlan volt az uralkodásra. Mindenben anyja tanácsai, az édesanyja elképzelései szerint járt el, és ennek következtében a második délvidéki útjuk során a zendülők elfogták őket a kísérletükbe, és védelmükre kelt urakat levágták, és a királyné megfojtásával végződött az esemény. Ezt megelőzte, hogy az elképzelésükkel ellentétes főurak a Lajos udvarában nevelkedett nápolyi királyfit, Károlyt, Nápoly trónjáról meghívták a magyar trónra, aki hadsereggel érkezve, nem túl jelentős, de ahhoz képest, hogy békés királyné védő köntösbe akart tetszelegni, és a királynékkal együtt tette meg a határtól az utat a budai várig, ahhoz képest 2 nap múlva lemondatta Mária királynőt, és átadatta a koronaékszereket, megkoronázták Székesfehérvárot, és ragaszkodott hozzá, hogy a királynék legyenek jelen, hercegnő már akkor, és ezt a képet ábrázolja, ezt a jelenetet ábrázolja a kép. Mária királynő Zsigmond. Ugye az édesanyja azt mondta, Zsigmond nem megfelelő. Végül is győzött, hogy úgy mondjam, a
az isteni elrendeltetés, Zsigmond volt az, aki kiszabadította az akkor már egyedül fogságban lévő Mária királynőt, őhozzá nem mertek nyúlni, azért azt tudni kell, hogy a krizmával felkent király az a végsőkig tabu volt, rendkívül jelentős államellenes, vagy kriminalisztikus, vagy biológiailag indiferensnek kellett lenni, hogy fizikailag bántalmazzanak egy királyt vagy királynőt. Nos, Zsigmond volt az, aki felesége, aki kiszabadította Máriát, feleségül vette. Már akkor Zsigmondot a magyar főurak egyébként megkoronázták. Kiszabadult Mária, és teljes mértékben önszántából a férje volt az, aki az országot irányította. Most Zsigmondra nem térek ki, de királyságunk történetének egyik legnagyobb formátumú uralkodója. Mária nevéhez is fűződnek jó tétemények, itt kérem szépen a Körmöcbányai Mária házat lent a zólyomi kapunál, beleillesztettem ebbe az üres részbe, és fölül a Mária házak belseje mutatkozik, épített az ott dolgozók családtagjai számára. És most ugye Mátyás és hölgyei közül egyet emelek ki, Beatrix királynét, azt, hogy Mátyás királynak, mint királynak, és a mellette levő királynénak mi lett volna a dolga, azt ez a táblázat jól szemlélteti, de ebből kérem, amit Mátyás megvalósított, azt egyedül valósította meg, Beatrix és Beatrix tanácsadói ellenére, mert ugye Beatrix egy dologhoz értett, a harmadik legjobb sakkozó volt, meg el ne felejtsem, az első Gizella volt, a második Kortenér Jolán, és a harmadik Beatrix. Sokan elsőként tartják számon, de nem ő volt az egyetlen a királynőink közül. Jelentősége lesz még ennek a sakkozási tudásnak. Kérem szépen, a hölgy rendkívül pazarló volt, részletekben nem megyek bele. Novemberben rózsacsokorral, a rózsacsokor közepén hatalmas brilliánssal fogadta a király Székesfehérvárot. Ezt mutatja ez a kép, aminek Benc úr nem jó címet adott, mert ez a sátorok alapján nem az esküvőn készülhetett, hiszen a felső következő képen látjuk, hogy bevonultak Budára, és végül is ott esküdtek meg. Nagyon bűvelt volt egyébként Beatrix, több nyelven beszélt, a diplomáciai érzéke is kiváló volt, de úgy költekezett, hogy a rendelkezésére bocsátott ezüst és aranybányák intézőjétől követelte, hogy a neki adandó járandóságot juttassa már el, legyen szíves, és kiderült, hogy ő tartozik az intézőnek. És ez annyira kiderült, hogy Mátyásnak közbe kellett lépni, hát most leegyszerűsítem, megkérdezte, mennyi. És akkor rendezte ezt a tartozást, mert Mátyásnak az erkölcsi igényébe ez nem fér bele. Az, hogy a reneszánsz a magyar udvarban kimagasló módon megjelenhetett, részben egészségedre köszönhető Beatrixnak, mert már ugye a Károly és Lajos országunkba érkezésével ez a hatás megkezdődött. Néhány villanásnyi kép, és akkor azt követően a Zolmünci
király és herceg találkozó nápolyi mintára történt, mert hát kiszervezhette, ha nem Beatrix, kérem szépen ilyen, most, ha egy halászlé fesztiválra, vagy egy hídivásárra elmegyünk, ilyen jellegűek voltak ezek az akkor Nápolyból, Itáliából hozott rendezvények, hogy különböző standokon, különböző mutatványok voltak, különböző dolgokat árusítottak, és különböző módon mulattak. És hát, amit meg kell említeni, Ulászlóval Mátyás többször tárgyalt, és hát úgy próbálta, hogy a felesége is segítsen a manipulációban, hogy több sakkpartit játszottak együtt Mátyás belső termeiben. Azt már nem részletezem, hogy a fél magyarországnyi ajándékkal mentek az olmünci találkozóra, még maguk az ajándékozottak is csodálkoztak a nagy lelkűségen. És akkor ugye Bécs, akkor, amikor a király ott tartózkodott, a reneszánsz hatása, a budai vár kiépítése, Fejérvár kiépítése, és hát Mátyás haláláról nem szólok részletesen, egyszer erről is beszéltem, és még beszélni is fogok. Beatrixnak semmi érdeke nem volt, és több mint valószínű, és ha egy történésztől én ezt olvasom, és én nem vagyok történész, olvastam, akkor az 100%-ot jelent, Beatrixnak nem volt köze. Kérem szépen, egy nagyot ugrunk, és itt a Habsburg osztrák császári címert látjuk a magyar címerrel, kikövetkezhet második Mária, vagy másképp Mária Terézia. Kérem szépen, ez az az időszak, amikor már teljesen a Habsburg terjeszkedés hatása alá kerültünk. Kivettem azt a térképet, ami a Habsburg európai terjeszkedését mutatja. Fél Európa az övéké volt, természetesen nem közvetlen, tehát az különböző ágakon, és ami általunk kiemelt királynőhöz, ezek a rendelkezések fűződnek. Ebből, ami a legjelentősebb, hogy kevés tekintettel volt a magyar királyság érdekeire, de kétségtelenül a polgárosodást szolgálták az intézkedései, mind a mellett, hogy az alkotmányos monarchia erősen centralizált, kevéssé alkotmányos monarchiává kezdett átalakulni. És most egy megint nagy ugrás, ami csodálatos, elbűvölő, és millió képen látott, és a Szegedi Múzeumban emlékkiállítással is megcsodálható Erzsébet császárnénk, magyar királynénk. Kérem szépen, semmi más nem fűzhető a nevéhez, mint a kiegyezés. Többen vitatják, hogy kevés szerepe volt a kiegyezésben, de ha azt veszük figyelembe, hogy Erzsébet halálát követő 10 év múlva a császár úgy nyilatkozott, hogy élete legnagyobb baklövése a kiegyezés aláírása, akkor az egyértelmű, hogy a halálosan szerelmes volt a feleségébe, azt felesége kérésére írta alá, és a felesége kérésére, könyörgésére, ha úgy tetszik, egyezett bele a tárgyalásokba, az okmány aláírásába és a magyar korona elfogadásában. Tehát ezt már nem lehet szerintem elvitatni tőle, többen próbálják, hogy csak itt, csak ott, de ha ez a nyilatkozat, ez rávilágít mindenre, csak és kizárólag Erzsébet kérésére jöhetett létre a kiegyezés. Összefoglaltam egy táblázatba a királynékre, a királynőkre vonatkozó legfontosabb jellemzőket.
és hát nem tudom, mennyire érzik azt, hogy tetteik nyomán bejártuk a Kárpát-medencébe törtött ezer évünket, és láthatjuk, sem a besenyők, sem a tatárjárások, sem a török 150 évi átmeneti itt tartózkodással nem okozott annyi kárt, mint egyik másik királyunk és saját nemességünk, olykor roham léptek el a láttató szellemi fölény repítette a világvezető állami státuszába országunkat, máskor pedig nemeseink hatalmi vetélkedése, az általuk támogatott királyok gyakori váltokozása vetette hátra nemzetünket, míg végül nemességünk rövidlátása miatt idegen uralom alá terelte országunkat, 300 évig ezt képtelenek voltunk lerázni. Az ezt követő 1001. évben, 2021-ben vagyunk, rajtunk a sor, tegyük élhetővé jövőnket. Köszönöm szépen figyelmüket. És köszönjük dr. Faltin Erzsébet előadását.